Paksról legutóbb 10 évvel ezelőtt jelent meg városi értékeket, épületeket, természeti vagy műemlék jellegű építészeti alkotásokat bemutató képes lap. Az elmúlt évtized alatt nagyon sokat fejlődött a város, ezt szeretnék képekben illusztráltatni a most újonnan megjelent képes lapokkal. Sokat változott a város az elmúlt 10 évben, ezért is fontos az, hogy már az új arcunkat tudjuk megmutatni országnak, világnak. A háromféle mozaikus paksi képes lapon Kajtár Krisztina grafikus szerkesztésében Babai István fotóin keresztül a város emblematikus turisztikai vonzerőit gyűjtötte össze a turisztikai városmarketing és kommunikációs csoport, megmutatva a dunaparti település színes látnivalóit. A Paksot jelképező turisztikai látványosságok mind-mind feltűnnek a képes lapokon. Feltűnik a paksi halászlé, a paksi Schiller, a sárgödörtéri pincesor, Makovec templom, Erzsébet nagyszálló, Gárdonyi kilátó, Dunapart és természetesen az atomerőmű is. És a lapokon megjelenik ugye a városlogó és a klasszikus üdvözlet Paksról felirat is. Az új képes lapokból jelenleg 500-500 példány készül.